Jó napot kívánok, ez a Mozaik a Sopron TV-ben. Mai adásunk vendége dr. Farkas Ciprián polgármester. Köszöntöm, polgármester úr, jó napot kívánok. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Soproni Televízió nézőket. Most már hagyomány a városban évek óta visszamenőleg, hogy mindig igen mozgalmasan telnek a karácsony előtti napok és hetek, hiszen ilyenkor tartják a szokásos lakossági közmeghallgatást, illetve sor került az év utolsó közgyűlésére is, de még ezelőtt a városi kitüntetések átadására is sor került, és hát idén is új díszpolgára lett a városnak dr. Fodor Tamás személyében. Hogyan értékeli az elmúlt napokat? Hát így, ahogy tetszett mondani, az év végének megvan a sajátos ritmusa, ami erős turbulenciát tud okozni, már hogyha a munkaidőt meg a szabadidőt nézzük, ilyenkor az utóbbi az nem igazán létezik a mi számunkra. De ezt nem panaszként mondom, csak így leíró jelleggel megállapítom. Nos, igen, mi mindig december 14-én a hűség napján adjuk át a város legrangosabb kitüntetéseit, hiszen ez a város ünnepe, a legjelentősebb ünnepnapunk, hiszen tudjuk jól, hogy 101 esztendővel ezelőtt a soproniak akként foglaltak állást, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni, és ezzel egy olyan történelmi pillanatban adtak hitet, reményt és büszkeséget ennek a hazának, amikor talán annak a legnagyobb szüksége volt rá. Ezúttal dr. Fodor Tamás polgármester urat, elődömet tüntette ki a város közössége díszpolgári címmel. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyre ment ez a kitüntetés, ezt polgármester úrnak is volt módom mondani, hiszen az ő polgármestersége alatt lépett a 21. századi Sopron először a fejlődés útjára. Polgármester úrnak nem csak dicső, kellemes feladatokkal töltött ciklusai voltak, mert az első ciklus az a Gyurcsány kormány idejére esett, és a 2008-2009-es gazdasági válság idejére esett. Azon ciklusából polgármester úrnak egyetlen percét sem irigylem, de megküzdött vele, és az alázat, a munka iránti kitartás és elkötelezettség úgy hiszem polgármester úr számára meghozta a szükséges gyümölcsöket, amiket ő megérdemelt, és amit az általa vezetett város vezetés le tudott tenni az asztalra, az mindenféleképpen megsüvegelendő. De innen gratulálok minden kitüntetettnek, a többi kitüntetetteknek is. Úgy hiszem, hogy olyan emberek kaptak idén is kitüntetéseket, akik valóban nagyon sokat tettek a városért és annak közösségért. Aztán visszatérve a városi közmeghallgatásra, ugye ilyenkor a soproniaknak lehetősége nyílik arra, hogy személyesen tegyék fel kérdéseiket, illetve észrevételeiket a város működésével kapcsolatban. Hogyan értékeli, mennyire éltek ezzel a lehetőséggel idén a soproniak, és milyen kérdések voltak főként? Nézze, mi annak a politikai közösségnek vagyunk a tagjai, akik minden lehetőséget és eszközt keresünk arra vonatkozóan, hogy minél többet tudjunk beszélgetni az emberekkel. Számunkra szükség van, nekünk szükségünk van az ő javaslataikra és észrevételeikre, hiszen mi, mikor 2019. októberében ez a városvezetés belépett a Városházára, akkor eltökélte azt, hogy nem keveseknek a bölcselkedésére kívánja alapítani a város politikáját, hanem a közbölcsességre, azaz a soproni emberekkel egy interaktív beszélgetést szeretnénk folytatni a lehetőségeink szerint minden eszközzel. A közmeghallgatás egy jogszabályok által meghatározott intézményesített kerete ennek, kiváló felület egyébként erre vonatkozóan, hogy visszacsatolásokat kapjunk. Ez idén is megtörtént. Mostanság életünket az ukrán-orosz háború határozza meg, és az erre adott hibás brüsszeli válaszok, a rossz szankciós politika az, amely nekünk most sok fejvakarást és nehézséget okoz. Ebből kifolyólag a város költségvetésének egyensúlyának a megőrzése, a város működésének a megőrzése, az fokozott terhet a városvezetésre és minden soproni polgárra egyaránt, így hát aztán a kérdések is jobbára ezeknek az intézkedéseknek az összefüggéseiben jelentek meg. Jellemzően a tömegközlekedés kérdését szegezték nekünk a soproniak, azt tudtuk nekik mondani, hogy most egy ilyen helyzet van, amikor takarékoskodnunk kell, de ennek megvan az értelme és a célja azért, hogy időt nyerjünk és túl tudjunk élni. Nem lesz ez örökké így, de most olyan helyzet van, hogy bizony takarékoskodnunk kell. Azonban figyelünk a soproniak észrevételeire, hiszen például, ha már a tömegközlekedésnél tartunk, én mondhatom azt, hogy több ízben módosítottuk a megváltozott menetrendet a lakossági észrevételek alapján. Legutoljára éppen a Bánfalvi járat sűrűsége változott, illetve útvonala azért, hogy minél kevésbé kelljen kimozdulni a soproni polgároknak ezen nehéz időszakban is a komfortzónájukból. Említettük a háború kérdését, de nem mehetünk el amellett, hogy ezt bővebben is kifejtsük. Ugye a háború és a szankciók határozzák meg a mindennapjainkat. Hogyan látja a város jövőjét, milyen év vár Sopronra? Nehéz esztendő vár a városra. Tehát ezt nem lehet vék alá rejteni, nehéz esztendő vár a városra, hiszen jól látjuk, hogy Brüsszelben ma a gyenge vezetők nehéz időszakot hoztak Európa nyakára.
Úgy látjuk, hogy Brüsszelben, mintha nem Európa érdekeit képviselnék, hanem valami egészen más gondolatvilág határozza meg a mindennapokat. Ebből kifolyólag nem csak Magyarországnak, más európai országoknak is, de Magyarországnak is, így aztán nekünk Sopronnak is nehéz idők köszöntöttek be. Olyan problémákkal kell szembenéznünk, amelyekkel korábban nem nagyon kellett. Mi igyekszünk ilyenkor megőrizni azokat az eredményeket, amiket korábban elértünk. A fejlődéshez béke kell. Amikor háborús helyzet van, és ez a logika kell, hogy érvényesüljön a mindennapinkban, akkor nem koncentrálhatunk másra. Nem lehet más a legfőbb célunk, mint az, hogy mindazt, amit eddig elértünk, azt valamilyen módon megőrizzük magunknak. Nos, a város működés az biztosított, emellett pedig egy 100 millió forintos szociális csomagunk is van, amely a rászorulókat, hogyha szükségük van, akkor tudja segíteni, és reményt tud számukra nyújtani mindennapi életükhöz képest. A fejlesztések azok tovább folynak a városban, épül az M85-ös gyorsforgalmi út, építjük az ipari parkot és az inkubátorházat, és arra koncentrálunk, hogy a város gazdaság fejlődéséhez kapcsolódó, ahhoz tapadó, azt elősegítő fejlesztések azok zavartalanul tudjanak folytatódni a jövőben is. Ezek is rendben vannak, tisztelettel jelentem a soproniaknak, és mindent elköltünk annak érdekében, hogy mi hamarabb túljussunk ezeken a nehézségeken, és vissza tudjunk térni a korábbi életünkhöz. Aztán sor került az idei év utolsó közgyűlésére, ahol fontos és hát igen súlyos kérdések is napirendre kerültek. Talán ami a leginkább közérdeklődésre tartott számot, az a Soproni Vízmű ZRT-vel kapcsolatos döntés volt. Ugye itt arról van szó, hogy a városi képviselőtestület szavazott arról, hogy állami működtetésbe adja át a Vízmű ZRT-t. Mi vezetett ide, milyen döntés indokolta ezt? Nézze, folytathatjuk az előző kérdésre adott választ, ott, ahol abba hagytuk, az energiapolitika, az energia árrobbanás és a brüsszeli elhibázott szankcióknak a hatásai, amelyek Európa szerte érvényesülnek. Tehát most arról beszélünk, hogy a föld alatt levő csövek, szivattyúk, átemelő berendezések, szelepek, amelyek vízi közmű vagyont jelentik praktikusan egy szóval összefoglalva, ezek most a mai napon a város tulajdonában vannak. Ez egy feladattal terhelt vagyon. Ez a város érdekeit szolgálja akkor is, ha éppen állami tulajdonban van. Azonban korán sem mindegy, hogy ki ennek a fenntartója és az üzemeltetője, hiszen az energiárobbanásból kifolyólag, annak köszönhetően, az elhibázott brüsszeli szankcióknak betudhatóan, gyakorlatilag itt április-május tájékán egy több milliárdos számlát kapna a Sopron megyei városa, ami ennek a rendszernek a rezsi költségeit jelenteni. Ezt nem tudjuk kifizetni. Ezen körülmények között háborús infláció mellett nem tudjuk kifizetni. Ennél fogva átruházzuk ezt a magyar államra. A magyar állam jó gazdája lesz ennek a rendszernek, és kicsit megmosolyogtató volt baloldali képviselőtársainktól hallani az bírja aggodalmat, hogy mi lesz akkor, hogy ezt privatizálja az állam, hiszen nem a jobboldali kormányok szoktak közművagyonokat privatizálni, hanem éppen a baloldaliak, úgyhogy a sajátos logikájuk az már a félelmeikben megjelent. Ennek az átfutási ideje egyébként mennyi lehet? Ez több hónap, hiszen itt jogalkotási folyamatokra is kell az országgyűlésnek eszközölnie, a minisztériummal szoros a kapcsolatunk. Egyúttal most csak annyi történt, hogy Sopron megyei városa kifejezte abbeli szándékát, hogy szeretné átadni az államnak. Az átadás átvétel az még nem történt meg, a folyamat vette kezdetét. És ha jól tudom, akkor nem a soproni önkormányzat az egyetlen, amely ilyen lépésre szánta el magát. Hát igen, a Soproni Vízműnek közel 50 önkormányzat a tulajdonosa. Most mi a Sopron, 53%-ban vagyunk tulajdonosa a Soproni Vízmű ZRT-nek, és hoztunk egy döntést, de ezt rajtunk kívül a többi településnek is meg kell tennie. Véget ért az adventi időszak a mai nappal tulajdonképpen, és kezdődik az óév búcsúztatása. Hogyan telik polgármester úr programja a következő napokban? December 26-án, karácsony másnapján püspök atya Veres András megyés püspök Sopronban látogat, és a nemrégiben újra szentelt Szent Mihály templomban tart egy püspöki szentmisét, azt mindenképpen meglátogatom. Aztán pedig szilveszter napján, december 31-én megteszem azt a szokásos kört, amelyet minden alkalommal megcselekszem, mióta polgármesteré választottak, meglátogatom az ügyeletben levő soproni dolgozókat, így a rendőröket, a tűzoltókat, a mentősöket, az orvosokat és az ápolókat, viszünk nekik némi ajándékcsomagot, és elmondjuk nekik, hogy mennyire fontos és felbecsülhetetlen az a munka, amit ők értünk tesznek, és így kívánok nekik boldog új esztendőt. Innen pedig kívánok minden soproni polgárnak és soproni családnak áldott békés boldog karácsonyt és boldog új esztendőt. Polgármester úr, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönöm a figyelmet, ezt a beszélgetést visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok önöknek, viszontlátásra!